Haló! Láttok? Hallotok? Mert most van, amíg ebben az történt. Egy pillanatra, mint hogyha fagyott volna a rendszer, de most nem tudom, hogy megy-e a stream. Legalábbis én remélem, hogy megy a stream. Megy a stream. Jó. Valami kisebb kifagyás történt. Egy pillanatra, hogy megállt a Need for Speed. Na, szevasztok! Gábor vagyok, én még mindig, és folytatjuk az élő adást Need for Speed-del, és bele is csapunk, mert ugye ma kezdődik az EB, és hát sietni kell, mert azért nem szeretnék annyira lemaradni. Az elejéről azért valószínűleg is lefogok a nyitó meccsnek valamennyit, egy negyed órát mondjuk csippenteni. Szóval, statisztika úgy néz ki, hogy 48 verseny a 78-ból már készen van, és 51 a 63-ból a rendőrségi missionöknél, tehát rendőrségiből már alig van hátra 12 pontosan. A másikból meg 30. Tehát még mindig majdnem olyan dupla. Tehát ilyen két verseny és egy rendőrségi mission lesz, ahogy már a múltkori adásban is. Úgyhogy ettől nem térünk el. Csapassuk! Tudjátok, itt nem válogatunk. Preview, ami jön. Na végre egy segges Königgel fogunk menni. És ugye azt néz... Ja, nincs. Jó, oké. Tehát akkor nem lesz izé, nem lesz megint semmiféle segítség. Csak a gázt, meg a féket kell nyomni. A féket nem nyomjuk, persze. Ugye nem tudom, hogy a preview-ban elvég ugye nem szabad neki menni talán semminek. Traffic collision, ez így nem hiányzott, na mindegy. Nem majd menjünk tovább. De nem járt érte izé, bünti pont. Elég büntetés, ha azt mondjuk, hogy ugye nem érek be időben. Tehát, hogy nem is értettem soha ezt, hogy mit kell még az embert szopatni azzal, hogy még két másodpercet kap azért. Hát bazzéket, amúgy csak akartam eltalálni szegény izért embert, aki velem jött szembe. Látom a pályát, bazeg, jaj! Na, ez legalább megáll egy helyben, tehát végre egy normális sofőr, aki látja, hogy egy sebességgel jön felé egy izé, egy versenyautó, megáll. Ez nem áll meg. Ujjjj, ez necces lesz. Arról a téredben ez egy nagy shortcut lett volna a picsába. Ezt nem mondjátok be. Miért? Miért? Ja. Oké, semmi gond. Elsőre nem sikerül, de majd másodikra fog. Nem kellett volna neki menni ott pár dolognak, aztán sima. Meg itt a végén volt egy nagyobb shortcut, azt ki kellett volna használni. Hát mindegy, vannak olyan pályák, ahol most nem haragszom az ilyére, hát ezt azért én is elbaszorítottam. Még nem haragszom az ilyére, majd ez, hát lehet, hogy ez még változik. Ja.
skippeljük már, mert dolog van, na, csapassuk ismételten, ismerős a pálya, mondjuk itt se kellett volna az elején izét nyomni, fékezni. De ez, tehát pont a kanyarban egymással szem, tehát menetirányjal egyező, meg szembejövő módon is jött a izé, tehát be, hát ez kezdődik. Kezdődik. Vagy egy, ez még nem jelent semmit, itt még ezt lehet korrigálni. Ajaj. Jó, csak egy enyhe balos. Jó. Na, ki nem megyünk neki, neked sem megyünk. Jó, most is neki mentem pár dolognak, tehát hát igen, ez egy olyan pálya volt, ahol nem szabad neki menni semminek, de tényleg jó, nem volt olyan hosszú, tehát hogy azért egy hosszabb pályán most kicsit így kiakadtam volna, hogy megyek mondjuk 5 percen át, és két hiba mondjuk nem fér bele. Tehát a pálya hosszához képest igen, végülis elvárható az, hogy ne hibázzon az ember, de egy-kettő még így is belefért, viszont igen, kellett itt a végén ez a shortcut, tehát ez kellett. Na végre egy ismert autó, Alfa Romeo, ronda, mint a bűn amúgy. Tehát ezek az Alfa Romeo-ok ezzel a, hát, mondjuk háromszögnek az elején. Válasszuk ezt, mert innen. Duel. Párosba fogunk menni, nagyszerű. Aha, semmi más nem választhatunk, de választhatunk. Kettő. Szerintem az Aston Martin itt jobb lesz. Aston Martini. Értitek, Arton? Aston Martini. Nem egy szar Porsche-val. A kisgyerekek a 10 éveseketől elalélnak, hogy jaj, a színét is tudom. Volt valami? Nincs semmi. Hát akkor itt is izény. És itt ketten vagyunk. Aha. Jó. Na gyerünk. Ezt is simán megcsináljuk. Hú, 12 mérföld, Jézus füle. Így. Átrottam az irányba. De remélem, hogy ő most nem fog engem basztatni. Tehát ha nekem nincsen semmilyen eszközöm, akkor neki se legyen. No. Mm-hmm.
Ugye ez a pálya már ismerős, most éppen esős, havas, de volt, amikor talán éjszakai, meg száraz pálya is volt, tehát itt ez változó. De azért ezek a szerpentinek annyira mondjuk nem a kedvenceim, de hát mit lehet tenni. Köszi. Kellett egy kis impulzus. Nem előzöl meg, haló, mi van? Mit szeretnél? Tesa-mesa, hát itt nem úgy megy. Na, egy szembejövő autó. Hát mi történt? Biztos, hogy ezért település van a közelben. A kurva élet. No. Nem előzöl meg, ott, itt. Itt belső ívem. Idegesítő mi, hogy itt megyek előtted? Mi? Te kis te. Köszönöm, most baszom el. Már megint itt van rajtam, de hogy az anyámba jött? Nem. Viszont na. Misz? Nézd oda! Nem megy gyorsabban, haló! Ó, bazd meg! A vég... Kúrva shortcut. Hú, gyerekek, hát ez nem sokon múlt. Gondolom az algoritmus így számolta ki, hogy ez így kell, hogy sikerüljön, úgyhogy ez most így sikerült. A nyakam már megint... jó. Kicsit ropog. De jó, nem kell újból megcsinálni, ez a legjobb hír, úgyhogy folytatjuk. Most jön a rendőrség, valami jó kis rendőrségi mókakacagás. Oké, azt mondja, hogy hol vagyunk még? Itt. Rapidre. Hát itt most két ilyen rapid response. Ami ugye, hát ott ugyanúgy csak gyorsan kell menni, és nem kell basztolni senkit. De legalább, jó, annyi nehezítés ugye időre megy, viszont annyival könnyebb, hogy nem kell 8 versenyzőt időre, 5 perc alatt lekapcsolni. Ja, the training exercise. Hát az meg, ez egy gyakorlás. És van penalty. Izét, tüzet okád a hátulja a kocsinak, beszarok, milyen rendőrautó már ez?
Collision-re nem adunk. Az arra. De értett az, hogyha előbb kezdek kanyarodni, akkor biztos eltalálom a szembejövő tetvedék autót. De így, hogy később végeztem, így meg a falnak mentem neki. Tehát most így... Megölnétek, nézzek, szembe jön persze megint. Nem, vedd már be azt a tötvödők! Baszott kanyart! Persze, mehetnék egy sávos úton is, nem? Tehát ennél szűkebb helyeken, nem? Nem akar esetleg? Menjek ezerrel, bazzeg. A fosságot. Hát ez már nem lesz meg. Mindig, de... Hát, igazából... Mennyi volt? Három? Nem három, három perc volt. Azt már nem emlékszem. Én úgy emlékszem, hogy nem sokkal. Még így is, hogy neki mentem millió dolognak. Aminek lehetett, annak neki mentem. Úgyhogy ennél csak jobb lehet. Inkább lassítunk kicsit szebben, lassabban, megfontoltabban. Ja, most egy emergency situation? Most ez már nem gyakorlat, bazeg. Na, tehát ha nem gyakorlat, akkor most már viszont komolyan vesszük. Az előző azért nem sikerült, mert hát gyakorlat, hát most ne vicceljünk már. Ha komoly, ha éles bevetés, akkor nem hibázok. Nem mentünk neki, az a lényeg, inkább egy kicsit lassabban vegyem be, de most nem szedtem össze se falról, se a gyárműről még eddig semmilyen hibát. Ez azért sokkal fontosabb, mint az, hogy megkockáztatom azt, hogy azért be tudom-e venni, vagy sem. Aja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 j
És így, hogy most alig ütköztem, talán együtt, jó, viszont egy-két helyen lassabban mentem. Hát jó, 10 másodpercet ben voltam, vagy beljebb voltam a szintidőhöz képest, úgyhogy végülis 3 perchez képest a 10 másodperc az mondjuk az egy egész tetemes, mondjuk úgy. Úgyhogy dehogy retryolom, de hülye lennék. Na, hát sajnos most versenyzőssel kell folytatni. Jaj, na jó van, itt van a hot pursuit, és ez a legutolsó, úgyhogy lehet, hogy ez ami rohadt nehéz lesz, de menjünk vörös. Vörös mergával, Mars Red. Hát, ha Marson ilyen piros a izé, akkor az... Spikes-tip az még nem lesz online, darabig szerintem, ahogy elnézem. Lehet takedown-olni? Jó, hát az nagyon-nagyon jó. Az meg se kottyant. Jaj, mi ez? Dodge-oljon valami? Nem érdekel, nem érdekelsz. Gyerünk már gyorsabban! Jó, hát ezen át kell menjünk, bazd, és oda rakja le, tehát olyan helyre rakja le, bazd meg! Ó, bazd meg! És... hát az Isten verjen meg, ez szerencsétlen. Így van, dobáljad le, bazd meg a hülye Spike Strip-jeidet. De amikor nekem kellett volna segítség, akkor persze a helikopter egy nagy kalap szart ért. Á, bazd meg, már utasítom őket érni.
Oké. Elkaptak a rohadékok, bastid. Jó, hát persze, mert... Oké, köszi, nem érdekel, hogy még ott villognak a rendőrök, bazd meg. Ezt a fasságot. A Spice Trippes kurva anyjukat. Most bedühöttem, most aztán úgy szét fogok csapni. Eddig azt gondoltam, hogy jó, ilyen kis lájtos autókázással. Mindenkire kibaszom a Spike Strippet meg az EMP-t, hát le vagytok ti tojva. Menjél te is a picsába, úgy. Köszi. Jajajaj, valahol itt át kéne férnem, ez az. Annyira figyelem ezt a tetves izét, hogy nem, persze nem veszem észre a szemközti forgalmat, EMP mizdig, menjetek a picsába. Jó crash, de még ez is belefér, csak hát Spike Strip-et nem kéne kapnom. Jaj, hát ezt komolyan mondom, menjetek a büdös... Jó van, dobáljad azt úgy. Na mi van? Alagútban nem tudsz látni semmit? Köcsög!
Hohoho, belement még egybe, hát nagyon jó, köszi. Azt nem értem soha, hogy a célegyenesben miért állnak a rendőrök, tehát ők így ünnepelnek engem, amikor így befutok elsőként, vagy így mi a... Jaj, fú, ha, no, ez nem... már nincs, hogy állunk. Ez egy verseny volt? Vagy ez már második verseny volt, és még egy rendőrségi... Jó, autó nem érdekel. Szerintem ez csak egy verseny volt, nem? Az kész. Köszönöm szépen. Na jó, még ezt csináljuk. Nem, csináljuk meg azt, ami talán ez rövidebb. Time trial. Trial. Jó legyen ez. Jó, és akkor mára ez az utolsó játék, és szerintem egész jól fogunk megint állni. Majd a végén azért összesítjük, hogy mennyi verseny maradt. Hát ugye rendőrségi missionből most ugye egyet csináltam meg, de versenyből akkor ez elvileg 4. Tehát a 30 darab az 4-gyel csökkent, úgyhogy 26 és 11, ha jól számoltam, de remélem az IE is ugyanígy fog számolni, és akkor békesség van. Rohadt sötét van, hogy ez elég zavaró, de megoldjuk így is. Van világítás a kis lambón, meg néha villámlik is, úgyhogy...
A sorkadat itt benéztem. Csak elég lesz már az idő. Hát, mégis nem voltam a határon, mert azért messze voltam még, de jaj, elsőre. És látom, mert csökkent is a nézőszem, gondolom mentek az emberek meccset nézni, úgyhogy ez tök érthető. Kettő, mert 4 perccel indult a boci meccs, úgyhogy nézzük, hogy valami fantasztikus autót megint kap. Én nem, a Wanted levelem emelkedett, az jó. Lamborghini. Na, easy, igen, mondhatjuk. Hát a végére már ezért Need for Speed mester leszek. Jó. És akkor úgy néz ki most a történet, tehát ugye jól számoltam 26 és... Így van, 26, pont 52-52 futam, csak hát ugye ezéből kevesebb van egy 15-tel. Tehát 26 és 11. Úgyhogy, ja, jól haladtunk. Legközelebb ugye Need for Speed az elveg jövői csütörtökön lesz, úgyhogy várok mindenkit sok szeretettel. Remélem, hogy élveztétek ezt a kis egyórás időadást, kb. Egy óra volt, kicsivel talán kevesebb, de hát ugye kezdődik az EB, úgyhogy mindenképpen ajánlom nektek is, hogy nézzetek, mert hát mi is kim vagyunk, úgyhogy jövő héten kedden aztán pláne mindenki tapadjon majd a képernyők elé, vagy a képernyőkre. És hát holnap még találkozunk, mert holnap 5 órától debütál a Plants vs. Zombies, hát remélem, hogy minél többen itt leszünk, mert ezzel is fejezzétek ki azt, hogy érdekezitek. Nyilván, ha nem érdekel, akkor nem lesztek itt úgysem. Úgyhogy nagyon remélem, hogy... Nem, 8 órakor kezdődik a meccs, kérlek szépen, úgyhogy 8 óra. Várjál. Úgyhogy... 9 órakor kezdődik a mérkőzés. Hát... Oké. Akkor... De esküszöm, hogy én 8 órát láttam. Oh, miért? És nem a közvetítésre gondolok, mert tudom, hogy van olyan is, amikor a... Igen. Amikor ugye a közvetítést reklámozzák, hogy 8 órakor kezdődik, de nem, tehát biztos, hogy nem azt, hanem én megnéztem a SofaScore-on, és... Ó, bakker. Na jó, figyú, akkor még egy rendőrség is futam, hát most azért nem... Most ezért nem fogok még plusz egy órát játszani. Kifagyott a izé közben? Én nem fagyott ki csak közben, aha. Akkor még egy rendőrség ízé. Tényleg úgy emlékeztem, hogy 8 óra, hát különben nem, na mindegy. Passz. Jó, akkor viszont egy zsarus témát berakunk. Na legyen egy forró üldözés, ez az. Itt lehetőségünk is választani, úgyhogy legyünk egy fantasztikus Spike Strip. Azt a rohadt, 10 darab Spike Strip. Az komoly. Tehát eléjük kéne valahogy kerülni, és szana szétszórni őket Spice Strippet. Annyi Spice Strippen van, mint a szemét, ez azt jelenti, hogy soha büdös életben nem fogok eléjük kerülni. Én ezt így most írásba adom nektek, biztos, hogy nem. Tehát nincs az Isten, hogy én eléjük kerüljek. De lehet. Persze a másik az nem sérült. Azon át, azaz, úgy. Spike
Oké. Hullanak. Dobtam Spike Strippet. Az nagyon jó. Ez tuti. Miért nem tudom megelőzni őket? Pászd meg! Még jönnek ketten mögöttem? Ez nem baj. Jaj, közben vége lett a versenynek. Ó, bazd meg. Hát ez csak egy bronzérem, ez nem jó. Oké. Ez rövid a verseny, bakker. Húha. Hát jó, akkor be kell vetni mindent. Tíz mérföld. Oké. Szevasz. Jó, annak egy bust, igen. Nem el saját. A saját helikopteremnek a spike-jába megyek bele. Az igen.
Jó, most csak Spike Strip hit. Nincs több Spike-on, bazd meg. Ne boss, ne. Boss meg. Fél mérföld volt hátra, gondoltam, hogy bekanyarodom elé, és föl tudom tartóztatni. Persze nem, nem tudom föltartóztatni, miért is tudnám, hogy rohadna meg. Na jó, nem, ezt én nem hagyom annyiban. Nincs izé, nincsen ezüst érem, azzal nem elégszünk meg. Behúzom akkor is. Basszus, ennyi mú, annyi, hogy inkább eltalálom egy kicsit lendületből. Már izé, system jammed, anyádat. Oké, ez jól indul. És akkor itt nem tudok átmenni, értem. Tehát föllök ide, bazd meg. Végre már. Ja, hogy ő rak le Spike Strip-et, értem. Thank you.
Hú, gyerekek, mondtam én, hogy meg lesz az aranyérem, hát le van tojva itt a... Fú. De nem sok életem maradt, mondjuk, ezt nem tudom, hogy hoztam össze, de... Hú. Ja. És ilyen most meg felajánlja, hogy próbáljam újra az előzőnél, amikor ezüstérmes lettem, akkor meg nem. Na jó van, hát akkor ez is ki van pörgetve. Hát gyerekek, alig van már valami. Na jó, még egy versenyt lenyomunk. Legyen még egy... De most várj, egy verseny már alig van. Ez rohadt hosszú. Na jó, tudjátok mit? Úcsó, ez még belefér. A meccs az még úgyis odébb van. Igen, hogy nem látjátok szerintem a fejemtől, hogy ez lesz a legjobb választás. Hogy miket nézegetek? Van Spike Strip, Jammer, Turbo, EMP. Na jó van. Mindenből van 4, kivéve a Turbóból. Nyilván abból nem adnak sokat, meg kell végig turbóznám az egész pályát, aztán bottal üthetnék a nyomomat, de hát nem így lesz. Kettő rendőr is. Az belemegy. Oké. Ó, picsába, pedig ott volt a másik autó, és azt akartam volna elkapni. Mindegy, gyerünk. Thank you.
Jézusom, mennyi van már, bazzeg? Most kéne, hogyha jönne egy egyenes szakasz, akkor turbót, azt most nyomatnám. Nem jön egyenes szakasz, a bazd meg! És ez crashnek számít, hogy eltaláltam egy autót, egy versenyautót. Menjetek a picsába. Nem, ne baszd, ne baszd, miért, miért kell oda jönnöd? Yes! Még jön mögötte egy, nem én neki semminek, légy szíves. Az igen. Azért ez kemény verseny volt szerintem így a rendőrökkel, meg de rohadt sok rendőrrel megspékelve, ez... Gyerekek, ez brutál. Én erre lehet, hogy volt ennél amúgy keményebb. Én ezt most, meg főleg úgy, hogy majdnem 7 percen keresztül így törtem így az ujjam, így. Hú. Azt, nem is tudom bírom mozgatni, mert ez fáj. Fáj az ujjam. Jaj, Usten. Ó, és kaptam egy Bugattit. Hát, ez ilyen Aston Martinos, csak itt nem háromszög alakú, hanem ilyen félkör, vagy ilyen ovális, tehát egy... Ja, EB. Igen, beszéljünk most akkor az EB-ről, mert most már tényleg nem lesz több, még egy fél óra, még el kell mennem boltba, meg ilyesmi. Valami kis EB-re valóért, persze csak diétás, vagy cukormentes, most nekiálltam a diétának. De válaszolva a kérdésedre, az EB legesélyesebbje.
Hát szerintem a belgák amúgy jók, nyilván a németek. A németek azért most jól játszottak a felkészülési meccseken, mi is azért ott vagyunk a top 3-ban, úgy gondolom. Portugálokat amúgy nem mondanám, hiába EB győztesek, tehát ők az, a múltkori EB-t is ilyen tök nagy mákkal nyerték meg. Én azt mondanám, hogy német, belga, francia, sajnos, hát tudom, ilyen klisé, meg így rossz ezt így mondani, de hát nagyon más, ilyen titkos favorit szerintem ebben a mezőnyben nincs. Aztán fene tudja, tehát így azért most ott vannak a hollandok is, svédek azért nem, hiszem, talán a hollandok is okozhatnak meglepetést, de én azt gondolom, hogy egy ilyen a német, francia, esetleg spanyol, belga négyesből került ki, de a spanyoloknak sem, én őket se érzem. Tehát német, francia, belga, én ezt mondanám. Aztán majd meglátjuk. Hát amúgy az angoloknak szurkolok, persze, hogyha a magyarok után nyilván, hogyha a magyarok majd ne adj Isten kiesnének. Amúgy az angolok, de az angolok is mindig, számomra mindig az a csapat marad, és most is amúgy tényleg baromi jó emberekből áll, tök jó csapatból, de igazából így mindig valahol elszúrják, és szerintem én úgy érzem, hogy most is elfogják. Tehát ilyen vagy elbafaszkodják, vagy szaruljon ki nekik a lépés, de amúgy meg tök ügyesek. Tehát hosszú-hosszú évek óta szerintem most, az utóbbi egy-két évben van egy jó csapata az angoloknak, de valami nem jön ki nekik a lépés. Bár hát végülis 4 évvel ezelőtt ugye, vagy 5-tel a spanyoloknak, vagy a portugáloknak kijött tök nagy szerencsével, tehát ennyire kijöhet az angoloknak is. Én az olaszokat se, hát nem tudom, nem tartom őket. Én a francia, német, belgát tartom továbbra is. És negyedikként, a negyedik helyért meg szerintem ilyen olasz, jó, akkor mondjuk azt, hogy az olasz, angol közül talán kijön. De úgy nagyjából ezek. Na mindegy, mennem kell még vásárolni, úgyhogy elköszönök. Köszönöm szépen mindenkinek, Ardinak, főleg neked is, meg még a többieknek, hogy itt voltatok. A skótok azán abszolút, tehát a kb. Önnyérségük, mint nekünk, vagy a románok nyernek szerintem. Na, szóval úgy állunk, hogy 53, tehát 15 futam, helyett 25 futam a versenyzésből, és 10 darab van a rendőrségiből, tehát egészen jól haladtunk, tehát 5-öt tudtunk le, és 2-t, tehát 7 futam azért, az kemény volt. Na, mára ennyi voltam, legközelebb holnap 5 órakor a Plants vs. Zombies-zal találkozunk, köszönöm, hogy itt voltál, itt voltatok, remélem, hogy tetszett, ha valaki majd YouTube-ról nézi vissza, az nyomassa rá a lájkot, meg a feliratkozást, valami üzenet jött, ez nem a meccs. És holnap 5 órakor ugyanitt a Plants vs. Zombies-zal találkozunk, és dolgozom majd teszteken, és ígérem, illetve na, mindegy, szóval minden tőlem tehetőt megteszek. Jó éjszakát, jó szurkolást a mérkőzésre, meg az egész EB-re, de mindegy, hát egész holnap jövök úgyis. Na, szevasztok!